Tehát ebben kell majd beadni is a dolgozatot. Minden évben nagy elővigyázatossággal szervezik az iskolák az érettségi vizsgákat. Idén azonban a veszélyhelyzet miatt még tovább szigorodhatnak a szabályok. Szóbeli vizsgát például nem is tartanának, csak ott, ahol muszáj. Az oktatási akciócsoport vezetője ma ismertette az elképzeléseit. A szóbeli vizsga kizárólag azon vizsgatárgyak esetében lenne, amelyek középszinten csak szóbeli vizsga része van, illetve azok számára szerveznénk ilyet, akik sajátos nevelési igényükből fakadóan felmentettek az írásbeli alól. Az akciócsoport javaslatai között szerepel, hogy aki idén nem felvételizne felsőoktatási intézménybe, az lépjen vissza a vizsgától. Aki pedig előrehozott vagy szintemelő vizsgát tenne, azt töröljék. Utóbbival 113 ezerről 73 ezerre csökkenne az érettségizők száma. Őket legfeljebb 10 fős csoportokra osztanák. Ha a helyzet nem változik, akkor Maruzsa Zoltán szerint május 4-én elkezdődhetnének az írásbelik, de ezzel kapcsolatban még lehet változás. Ha a helyzet romlására számítunk, akkor minél előbb, ha a helyzet javulására, akkor pedig minél később érdemes az ütemezést megtenni. Az Adom Diák Mozgalom szerint aggasztó, hogy ez a döntés még mindig nem végleges, így az érettségizők között továbbra is nagy a bizonytalanság, és Gyetvai Viktor szerint a csoportok létszáma sem megnyugtató. Alapjáraton, hogyha egy 30 fős tantermet veszünk, akkor ott 15 dupla pad van, és ezekben minden egyes padban ugye egy diák szokott ülni, tehát nagyjából 15 diák szokott egy átlagos érettségén egy teremben ülni. Ehhez képest a 10 nem tűnik egy olyan radikális csökkentésnek. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint még tovább lehetne csökkenteni a kockázatot, ha csak az emelt szintű írásbeliket tartanák meg, a többi diák pedig a jegyei alapján kapna érettségi bizonyítványt. A közepet meg kellene ajánlani egy jó konstrukcióval, az emeltre kellene bemenni, és ez megfelelő szórást is tudna adni a felvételén. Az akciócsoport javaslatáról jövő héten dönt a kormány.